igazából a sportpályákon a nézők nélkül nagyon nehéz elképzelni bármilyen esemény, de ezek a szélsőséges megnyilvánulások, ezek tehát igazából nagyon elvtelenek, mert sokszor azok a szurkolók, akik az ellenfél színesbőrű vagy egyéb színű játékosait, vagy bárhova tartozó játékosait szígyek, ott nem veszik észre, hogy saját csapatukban is vannak hasonló játékosok, tehát ez ilyen elvtelennek tartom. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a leglényegesebb dolog a szurkolónak, hogy szurkoljon, ne szígyja az ellenfelet. Tehát van egy olyan, ami a játékosokban is megkönnyen, tehát tiszteljük az ellenfelet. Ez ugyanúgy vonatkozik a szurkolókra is, hogy az ellenfél játékosait, szurkolóit. Nem egyszerű dolog, de példát kell venni nyugatról, hogy például Angliában vagy a többi országban hogy csinálják. Tehát most egy Dani Alvesnek egy banánbedobás, örökre kitítják a stadionból. Na most, tehát egy banánbedobás, meg ahhoz képest, hogy itt rigmusokat ordibálnak órákon át a szurkolók, van egy kis különbség, nyilván most nem akarom minősíteni egyiket se. Tehát törvények betartása szerintem, most már ezek jó kezdeményezések, hogy van szurkolói kártya, egyebek, tehát nagyon egyszerű lenne kiszűrni ezeket az úgymond troublemakereket, amiről az előbb beszéltünk, szerintem országosan nincs több pár száznál, maximum 1000, országosan mondom. Tehát és ez nem csapatfüggő, tehát most ez nem Fradi vagy Dózsa vagy Honvéd, nyilván a Fradiból a legtöbb, mert nekik van a legtöbb nézőjük. De ugyanúgy megtalálható ez a Honvédnál, MTK-nál, Dózsánál, Diósgyőrbe, Debrecenbe, bárhol. Csak, tehát ezt kezelni kell. És ez, tehát nem elég, tehát ez kormány, rendőrség, szurkolói csoport, biztonságiak, stadion, csapatok, MLS, csak közös összefogása, úgy, mint ez külföldön bárhol. Látok javulást már csak azért is, mert tehát azért kevesebb az ilyen jellegű atrocitás, ugyanakkor az UEFA-nak is van egy ilyen nagyon nagy kampánya, ez a Respect, ahol különböző tehát egy ilyen nagyon jó pofa összevágott videó, hogy no to racism, ez mindenhol megjelenik az UEFA-nál, és a Fradinak is van egy ilyen felhívása, az MLS-nek is, tehát azért ez eljut az emberekhez, a jó érzésekhez, és tehát amikor beszélgetek fanatikus szurkolókkal, ezek nagyon utálják, tehát ők meccsre járnak, és ezek nagyon utálják azt a pár száz embert, akik egyrészt, hogy tönkre teszik a szórakozást, hihetetlen károkat okoznak az egyesületnek, és amikor például van egy balhé, akkor megsértődnek, hogy esetleg az UEFA olyan szankciót hoz, amihez nem vagyunk hozzászokva. Tehát ott az UEFA-nál következmények vannak nálunk, sokszor nincsenek következmények. És ez nem jó. Én azt gondolom, hogy be kell tartatni a törvény adta lehetőségeket, és mondom, 1000 emberről beszélünk maximum, és akkor itt rend lenne. Ezt nem tudom, én innen ezt nem tudom megfejteni, milyen összefonódások vannak, vagy vannak egyáltalán összefonódások. Az tény, hogy amikor videófelvétel van arról, most vissza kell kanyarodnom 2004-re, amikor a Fradi Debrecen meccsen nagyba főbe verték a játékosokat, meg az edzőket, meg nem tudom, akkor én szerintem mindenki tudta, hogy ki az a 20-30-40-50 ember, aki elkövette. Na most akkor törvény adta lehetőségeket, ezeket az embereket lesitelték volna egy évre, két évre, amennyi a törvény adta lehetőség, akkor lehet, hogy most egészen más témáról kéne beszélnünk. Tehát megvannak a lehetőségek, csak nem használják ki őket, akiknek ki kellene. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, de azért hangsúlyozom, hogy tehát ez nem egy ilyen. Tehát a magyar szurkoló az nem egy elvetemült vadállat, hanem nagyon szeretik a csapatukat, akár kézilabdába, hokiba, fociba, most is például magyar-dán barátságos meccs totál teltázott Debrecenben, de sajnos van az a pár száz vagy akár 1000 ember, aki megkeseríti a jó érzési szurkolóknak a szórakozását.